A pályázati szaktanácsadók már az AKG második fordulójára készülnek, az előző pályázati kiírásra is túljelentkezés volt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Az aktivitás hasonló lesz, hiszen most is jelentős támogatási összeghez juthatnak a termelők a vidék fejlesztési forrásokból. Az új keretösszeg az 40 milliárd forint a teljes programba vetítve. Egy gazdálkodó szántóföldi növényeként hektáronként 270 eurót, a ültetvényeknél, az egyéb ültetvényeknél, tehát a bogyósok, csonthéjasok, stb., ott 534 eurót pályázhat, a szőlőültetvénynél meg 644 euró az a támogatási összeg, amire hektáronként el lehet érni. Fontos tudni, hogy a pályázók saját maguk állítják össze azt az előíráscsomagot, amit a kötelezők mellett be kell tartaniuk, ezért valamelyest egyszerűsödtek a pályázati feltételek. Egy 5 éves programról van szó, és csak olyanokat vállalunk be, amit az 5 év alatt végig tudunk vinni, mert valami, tehát nagyon kecsegtető az, hogy most egy-egy előírás úgy gondoljuk, hogy könnyen betartható, nagyon kecsegtető a támogatási összeg, de később, hogyha ez nem vállalható, az komoly problémákat okozhat. És sokszor ez ugye visszafizetést, vagy pályázattól, támogatástól elállást is jelenthet az MVH részéről. Az 5 éves kötelezettségvállalási időszak 2017. januárjától kezdődik. Megújultak a kiválasztási kritériumok is. A szántóföldi kultúrák és az állattartók nagyobb előnyt élveznek, viszont az új AKG-ból kivették az alma és körte ültetvényeket a támogatotti körből. Sokféle magyarázat van rá. Egyik magyarázat az, hogy az első kiírásban a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében rengeteg gyümölcs és van nitráttérzékeny területre telepítve, és amiatt a hátrányok miatt pluszpontot kaptak, akik ilyen nitráttérzékeny területen gazdálkodnak, és úgy tűnik, hogy abban a támogatási rendszerben a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyeiek egy jó pozícióba kerültek, de ezeket a hátrányokat én úgy gondolom, hogy nem szabad lenne most a gazdák ellen fordítani. Az új AKG programban a rendelkezésre álló keretből a szőlő- és gyümölcsültetvények számára 15 milliárd forint, a szántóföldel rendelkező gazdák és állattartók számára 25 milliárd forint áll rendelkezésre. A beérkezett pályázatokat együttesen bírálják el. Tavaly az AKG-hoz 9500 gazdálkodó csatlakozott 441 ezer hektáros területtel, összesen 190 milliárd forint értékben. A vidékfejlesztési kiírásokra egyébként háromszoros a túljelentkezés. Ez év őszéig az 1300 milliárd forintos támogatási keret kétharmadát már meghirdették.